A Modern Magyar Képtár egyik kiállító termében és a folyosó látható képek a Janus Pannonius Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből, valamint magángyűjteményekből származik. Most együtt látható az anyag, mely Gábor Jenő pécsi festőművész párizsi utazásának emlékét eleveníti fel. Felajánlott a Modern Magyar Képtárnak a halála előtt 2 évvel a nála levő képeket, és nagyon jó kezekbe kerültek. Ugye egyetlen hátránya van ennek, hogy a műkincs piacon, vagy a műtárgy piacon kevéssé forog a neve, hiszen egy gyűjteményben vannak a képek, ezért aztán nem annyira piacképesek, hiszen nem lehet őket eladni, hála Istennek, jó helyen vannak. És így aztán talán kevéssé ismert a Gábor Jenőnek a fantasztikus zsenialitása, a színei, egyáltalán a forma világa kevéssé ismert, viszont itt Pécsen mindenki tudja, hogy kicsoda Gábor Jenő, és mindenki szeretne egy Gábor Jenőt a falára, gondolom. De hát ezt ugye, ha csak a kosár jobbérél nem segít neki egy kicsit, akkor nehéz lesz, mert hiszen itt jó helyen van, és itt jól őrzik, és remélem minél több kiállítás lesz belőle. A kiállítás érdekessége, hogy 1926-ból megmaradt Gábor Jenő naplója, így a szöveg és a kép, a képek egyik fontos témája a zene, összefüggést alkot egymással. Ebben az időben Gábor Jenő párizsi utazása nem csak azért volt fontos, mert ekkortájt egzotikus témát kerestek a festők, akadémikus ábrázolási móddal, hanem azért is, mert az új, modern ábrázolási formák megismerése is cél volt. Ez a napló, ez részben egy turistának a naplója, részben pedig egy festőnek a tanulmány útja, úgyhogy ez a kettő együtt van. A jelenkor folyóirat jó voltából részletek olvashatók a szeptemberi számban, illetve egy kis külön kiadványon is megjelentettük a teljes naplót képillusztrációkkal. Ami lényeges az akkori párizsi életben, az és a legfontosabb témája a Gábor Jenőnek, a különböző lokálok, varieték, báloknak a helyszínein való ábrázolás. Kétféle kép látható a kiállításon, az egyik azok helyszíni vázlatok, általában pasztellel készültek, és valahogy a technika a helyszíni jelenlét gyorsaságának a megjelenítője lehetett. Ugyanakkor 27-ben készültek a párizsi vázlatok alapján az olajfestmények, ami izgalmas, hogy addig, amíg a pasztellképeken sokkal lágyabb, sokkal több ívet, ovális vonallal ábrázol, addig az otthon készült, 27-ben készült képeken egy ilyen kubisztikus, töredezett, négyzetes ábrázolásmód az, ami látható. A jazznek a világa, mely a korabeli nagyvárosi párizsi élethez kapcsolódott, számos képen megjelenik. Az éjszakai élet fontos festői témája Gábor Jenőnek, mely a korszak népszerű muzsikájával, a jazzzel együtt zene és kép lehetséges összefüggését is megjeleníti. Ugyanakkor láthatunk városképeket, utcai jeleneteket, zsáner jeleneteket. Ez egy nagyon gazdag és látványos korszaka volt a festőnek. Addig, amíg aukciókon ezek a képek hatalmas összegért kelnek el, és mindenki Pécsen egy legenda a Gábor Jenő festészete, addig igazából alig van írás róla, nem jelent meg monográfia, úgyhogy ez a kiállítás egy kicsit ezt a hiányzó befogadás történetet is próbálja elindítani. Általában ez az anyagraktárban volt, és így egyben most látható először. Vannak képek a folyosón, amik műtárgymásolatok. Mert hogy ez, mondom, egy nagyon tetszetős korszak volt, és aukciókon ezeket külföldiek is megvásárolták. Tehát jó néhány kép, amiből Masson Print reprodukciót készítettünk, ezek már Amerikába, Franciaországba kerültek. Tehát ez egy ismert és igazából izgalmas, tetszetős, tipikus gyűjtői darabok ezek a képek. A kiállítás telefonos bejelentkezést követően megtekinthető 2021. március 28-áig a Modern Magyar Képtárban Pécsett a Papnövelde utcában.